is köszönöm. Kedvenc egy csokon, jó napot kívánok! Elnézést kérek, én is éppen kilábolom valós egy betegségből. Szóval, az első ábrában, ami még nem szerepelik, de általában akkor szoktam kezdeni, az a szlogen, vagy az a felirat szokott szerepelni, hogy a dalnak megelőzhető. És nagyon remélem, hogy ebből az előadásból is majd ez sugárzik át. És tudom, hogy önök közül sokan a daganatok gyógyításában érdekeltek, vagy az életben a daganat után. Én a másik oldalt képviselem, tehát én reményeim szerint a betegség megelőzéshez értek valamennyit, illetve mindenképpen ezen a területen szeretnék működni, és nagyon örülnék, hogyha meg tudnám önöknek magyarázni, hogy mit gondolok én arról, hogy van esélyünk a daganatokat megelőzni. Ha van esélyünk, milyen esélyünk van, nehéz dolog ez, sok mindent kell tudni, sok mindent kell tenni érte. Nos, először is azt szeretném megmutatni, hogy dacára annak, hogy Magyarországon ma a halálozások 50%-át nem a daganatok, hanem szívérendszeri betegségek okozzák, tehát abszolút számban többen halnak meg szívinfarktusba, krónikus isérmiászik, stb. Daganatban, de ha az életkort is figyelembe veszik, hogy ki hány éves korban hal meg, és ezáltal ugye mennyi életévet veszik, amely lehetségesek közül, akkor ez az átlagnál azt mutatja, hogy a daganatok vannak Magyarországon az első helyen, tehát a daganatok következtében veszít el ez az ország legtöbb életévet, vagyis egy más szempontból meg a daganatok képezik át a legfontosabb betegséget. És sajnos az elmúlt évek halálozási adatai azt mutatják, hogy ezen a területen nem volt javulnára, romlanak a statisztikák. Még szívérendszeri területen egy pici javulás van, ugye daganatoknál 2010-ben 32.460 ember halt meg daganatban, 2011-ben 32.670, tehát picit több, és 2012-ben ez az utolsó teljes adatunk, ami rendelkezés áll, már 33.224, tehát romló tendenciát mutat. Na most, hogy lehetne ezen javítani? Persze, igen, meg kell gyógyítani a daganatos betegeket, de mennyivel jobb lenne megelőzni a daganatokat? Ez ugye mindenkinek egyszerű, hát nyilván az érintetteknek a legegyszerűbb, nem kell sok szenvedéssel, tortúrával való járó kezeléseken átmenni, hogy aztán utána ismét egészséges lehessen, meg az egészségünknek, a társadalomnak is egyszerűbb, mert olcsó. És a következő kérdés, hogy van-e erre lehetőség? Egy nagyon-nagyon jól ismert, nagyon régi, de mára már nem volt klasszikussá vált becsés, két angol kutatónak a közleménye ez, akik megpróbálták a daganatok kialakulásának okait megbecsülni, és azt találták, hogy vagy úgy vélték, hogy ezek közül a legfontosabb a táplálkozás, az emberi daganatok kialakulása 35%-ban durván, persze nem lehet ezt pontosan megmondani, a táplálkozásnak, táplálkozási tényezőknek köszönhető. A második helyen vigyelni, hogy ott van a dohányzás 30%-ban. Azért óriási különbség van a dohányzás és a táplálkozás között. A dohányzás az egy olyan igen-nem kérdés lényegében. Dohányzik valaki, vagy nem dohányzik. Ennyit erről elég tudni az embernek, hogy ne dohányozunk, akkor jelentősen csökkenteni tudjuk a kockázatot. Még a hatás mechanizmusok felé, és az nagyon egyszerű cigaretta, füst, kellene a partinak, még nagyon ott beszélünk, persze, hogy dohányosak leszünk. Tehát erről nem lenne érdemes előadást tartani se, már így elméleti szinten, ez ennyi. Amit erről lehetett, azt már elmondta. Ezzel ellentétben ugyan a táplálkozás összességében véve fontosabb tényező, de hát ez egy jóval bonyolultabb kérdés, itt nem arról van szó, hogy együnk vagy ne együnk. És akkor, ha eszünk, akkor nem leszünk daganatosak, ha nem eszünk, akkor meg igen. Szóval nem, hanem itt ez nagyon sok tényező, és az egyes ételek, az egyes élelmiszerek is rengetegféle komponens tartalmaznak, és bizony a legtöbb esetben az van, hogy ezeknek egy része az kedvező, egy másik része meg kedvezőtlen hatású. Valahol az eredője, az összessége számít. Tehát a táplálkozásunkat egészségesen összeállítani azért jóval bonyolultabb kérdés, jóval több ismeretre van szükség, de igen, itt már azt gondolom, érdemes erről beszélni, ugye a dohányzással végeztünk, tehát érdemes erről beszélni, a táplálkozásról. És aztán majd látjuk azért, hogy ezt a nagyon sok ismeretet, néhány nagyon egyszerű tanácsá, néhány viszonylag egyszerű gondolattá, javaslattá
lehet fordítani, amivel már nagyon-nagyon sokat tehetünk az egészségünkért. Csak egyetlen egy aprósággal szeretném gyorsan az elején illusztrálni, hogy mégis milyen bonyolult kérdéskör ez. Itt van például a teafogyasztás, amiről ugye még az elmúlt évszázadban, az elmúlt évezredben azt is mondhatnám, ugye, tehát az 1990-es években nagyon sok közlemény jelent meg, hogy a tea fogyasztás az daganat megelőző hatású. Elsősorban a zöld tea, a fekete tea is valamilyen mértékben, de jóval gyengébben. Tehát nagyon sok cikk jelent meg, hogy a tea fogyasztás daganat megelőző hatású. Különböző daganatokra, én most itt ugye csak egyet írtam föl, ezek közül például a nyelvűcsőrák kockázatát csökkenti. Ennek ellenére ugye történt egy vizsgálat Iránban, Észak-Irán egyes régióiban kiemelkedően magas a nyelvűcsőrák gyakoriság. Más régiókban valamivel alacsony. Történt egy vizsgálat a tea fogyasztásra vonatkozóan. Iráni kutatók végezték el, hogy na, akkor nézzük meg, hogy valahol nagyon magas az emlőrák. Hogy több teát, vagy kevesebb teát isznak az emberek. Ugye ez alapján azt várnánk, hogy a teafogyasztás csökkenti a kockázatot, tehát ahol sokan emlőcsőrák, ott várhatóan ugye kevesebb teát isznak, gondolnánk. Amikor ténylegesen elvégezték ezeket a vizsgálatokat, viszont mit találtak? Pont az ellenkezőjét. A magas emlőcsőrák kockázatú régiókban következetesen minden évszakban több teát ittak, mint azokban a régiókban, ahol ritkában fordult elő a nyelvűcsőrák. Tehát lényegében egy érdekes paradox eredményt találtunk, vagy találtak, nem azt, amit eredetileg vártak volna. Erre a kérdésre majd az előadás végén egy ábrán keresztül meg fogom adni a választ, hogy ez miért is így van, miért is így alakul. Most az elején csak azt szeretném volna illusztrálni, hogy ez érdekes. Tehát ez a terület, a táplálkozás és a rák kérdése az olyan, ezzel érdemes foglalkozni. Vannak benne izgalmas, váratlan felfedezések, váratlan eredmények, amiket gondolkodni kell, amiket meg lehet magyarázni, és aztán megmagyarázni, akkor utána már logikus. Tehát kezdjük el most nagyon gyorsan, szisztematikusan áttekinteni azokat az általam gondolt legfontosabb táplálkozási tényezőket, amik bizonyítottan hozzájárulnak a daganatos kockázat növekedéséhez, és amiket ugye az elkerülésével sokat tehetünk az egészségükért. Na hát az első ugye, ez 1940-es években végezte el Tannenbauer német kutató ezeket a kísérleteket, amikor itt annyit csinál csak, hogy egereket vizsgált, két csoportba osztva őket, az egyik csoportban az egerek általában a laboratóriumi rácsálóra pittartjuk, annyit tettek, amennyit akartak. Tetszés szerint, ízlésük szerint. A másik csoportban meg úgynevezett energia restrikciót alkalmazott, magyarul mondva, ott meg kevesebbet kaptak elő. Ez akár 40%-os kalória csökkentésig is elment a másik csoportba, és közben meg figyeltek, hogy milyen számban, milyen arányban alakulnak ki daganatok az egyik vagy a másik csoportban. És ez az ábra illusztrálja itt, hogy ugye 20 daganat alakult ki az egyik csoportban, akik annyit ettek, amennyi jól esett nekik, ennek megfelelően azért a testtömegük is nagyobb volt, tehát ezt itt próbáltam ugye kicsit tömélyre megerekedni illusztrálni, míg a másik csoportban, ahol kevesebbet ettek, mindössze egyetlen egy állatnak alakult ki daganatok. Nézzék meg, tehát 20 az egyhez volt a kísérleti állatok között a sorrend. Ez a vizsgálat ugye gyönyörű szépen bebizonyította, és aztán természetesen azóta számos más megfigyelés is, nyilvánvalóan emberekben is, nagyon szép korrelációban van, például a különböző országokban összehasonlítjuk az elhízott embereknek az arányát, mondjuk a vastag példák, vagy az emberrák előfordulási gyakoriságában, bizony ez nagyon szoros összefüggést mutatják, amit állatkísérletekben találtak, az emberben is igaz, igen, tehát az energiabevétel, az elhízás az egyik legfontosabb daganatos kockázati tényező, ezt ugye a szívérrendszeri betegségekkel kapcsolatban általában az emberek tudják és ismerik, de valójában a daganatok esetében gyakorlatilag ugyanolyan erős kockázati tényező. Igen, itt van az, amit az előbb említettem, tehát gyakoribb az elhízás az adott országban, az emlőrák vagy a vastagbélrák, most ez itt a vastagbélrakatos előfordulások is gyakoribbak. Ezek ugye nem csak ilyen megfigyelések szintjén érvényesültek, a mechanizmusokban nyilván nem mennék most bele, de tény az,
hogy élettani, biológiai vizsgálatokat, kísérleteket, már számos mechanizmust is sikerült azonosítani, ami keresztül az energiabevitel, illetve az energiát kifejti ezt a daganatos kockázatot fokozó hatását. Talán egyet mondanék, vagy egyet említeni, mutatni itt, ez az inzulin, stb., ami ismert, hogy az elhízás fokozza a cukorbetegség kockázatát is. Lényegében hasonló mechanizmusról van szó, az elhízás egy ilyen relatív inzulin rezisztenciához vezet, a szervezetnek több inzulint kell termelnie, és az inzulin a daganat kialakulás szempontjából a kedvezőtlen faktorok közé tartozik, sejtproliferáció dolgok, stb. Tehát például ezen keresztül. A következő kérdés az, ami talán önök közül most itt nyilván néhányokban teljesen logikusan fölmerül, hogy ha az eredet a bevételről én azt mondom, hogy ez kockázati tényező, akkor vajon mi a helyzet a zsírbevitellel, a zsírokkal, hiszen tudjuk, hogy a zsírok a legnagyobb energia sűrűségű tápanyag. Nos, ezzel kapcsolatban is ugye végeztek vizsgálatokat, valóban a zsírfogyasztás is napi átlagos zsírbevitel, jó korrelációban van, megint lehet a vastagbélrák, de itt most itt az emlőrákon, az emlőrák bevitelen. Igen, tehát a túlságos zsírfogyasztás sem egészséges, nem csak szívérrendszerűen, daganatos szempontból sem. Azonban már itt nagyon fontos az, hogy különbséget tegyünk a zsírok egyes típusai között, nevezetesen ugye vannak olyanok, amelyek kedvezők, vannak, amik meg kedvezőtlenek hatásúak, és aztán végképp nem részletezik mindent, annyit, hogy a telített zsírok dacára annak, hogy az elmúlt időben ugye elindult egy olyan mozgalom, hogy a kókusz zsír egészséges lenne, de valójában a telített zsírok azért a daganat kialakulás kockázata szempontjából nem feltétlenül kedvezőek. Ezt ugye ez a sárga lámpával próbáltak illusztrálni, hogy nem nagyon jó ez, ugye most már a sárgán megyünk át, ugyanannyira büntetnek közigazgatási bírság címén, mint hogyha a piroson mennénk át, amit egyébként máig sem értek, hogy miért van ez így. De hát akkor ez is, ezt a sárgát is így értelmezünk, hogy inkább nem jó, de sajnos az olajok, az omega 6 sorozatú, maradjunk a Magyarországon általánosan használt napraforgó olaj, vagy a kukorica olajnak a zsírjában vannak ezek a fajta zsírsavak, ezek úgy szintén nem kedvezőek. Tehát én ugye azt tanácsolom, ahogy a zöldekhez forduljunk, azaz ugye az egyszeresen telítetlen zsírsavak, amelyek az olívaolajban, vagy pedig a magvaknak az olajában, hát ebből a hozzáférhető a földi mogyoró olajban vannak nagyobb mennyiségben, ezek viszont daganat megelőző hatást fejtenek ki, tehát amennyiben ugye, és egyetlen egy faktor van, a pénztárcánk engedi, mert ha összehasonlítják az olívaolajat a napraforgó olajjal, hát én úgy csak tudom olyan 3-5-8-szoros attól függ, milyen minőségűt vásárolunk, különbség van sajnos, de amennyiben tehetjük feltétlenül, az olívaolajjal való sütést-főzést javasolnám. Az olívaolaj kedvező szerepét egyébként az is bizonyítja, amiről talán úgy szintén hallottak többen, hogy az úgynevezett mediterrán diétának egy fontos alkotó része, tehát a dél-európai emberek által fogyasztott vagy folytatott étkezés típus, sok zöldséggyümölcs, olívaolaj, sok tengeri herkentyű, esetleg egy kicsi vörösbor hozzá. Most az olívaolaj az egyik legfontosabb komponens, amit a statisztikai adatok megint csak bizonyítanak, hogy az ő körükben jó néhány daganat szignifikánsan ritkában fordul elő. Amit még úgy szintén említeni kell, azok az omega 3 sorozatú többszöse tejtetlen zsírsavak, a tengeri halak olajában előforduló zsírsavak. Van növényi eredetű is, ezek közül a lemba olajat lehetne talán említeni, de igazából azért a tudományos eredmények egyenlőre a hosszú szénlátszú, tehát a tengeri halak olajából származó zsírsavaknak a daganat megelőző hatását bizonyították. Tehát ez megint csak kedvező, tehát egy olívaolaj alapú étrend, halolajakkal, illetve halfogyasztással, tengeri halfogyasztással kiegészítve nagyon kedvező. Ami viszont ugye nagyon erősen a piros lámpát kapja, bár elsősorban szívérrendszeri betegségek szempontjából, de daganatok szempontjából is károsak, az úgynevezett transz zsírsavak, amelyek nem
nem a természetből adódóan vannak az iradékaink, hanem az ipari folyamatok során képződnek. Régen a margarin gyártás volt az a legfőbb folyamat. Ma már a margarinok ilyen szempontból biztonságosak, de érdemes elolvasni a címkéjükön, hogy transzsírsavat tartalmaz-e. 1% alatt van akkor jó, 2% még belefér, mondjuk úgy. De vannak olyan, tehát általában a nagy üzemi, vagy ipari, vagy majdnem ipari méretű sütésekhez használt zsiradékokban képződnek ilyen transz zsírsavak, tehát gyors értelmetére, amit a krumplit kisütik például, már lehet erre vigyázni, időről időre megígérik, néha megadják, néha nem, hogy transz zsírsavmentes, illetve mindenféle kekszek, sütemények, chipszek, amiket a boltokban lehet árulni, ezeknek az elkészítésénél is sajnos gyakran jelen vannak transzsírsavak, amiket a végső felhasználónak ugye nem áll módjában kontrollálni. Tehát ahogy mondtam, ugye ma főleg már ezek képezik a bevételi forrás, kifejezetten szívérrendszeri kockázatfokozó és kifejezetten karcinogén hatásúak, tehát lehetőség szerint nagyon vigyázzunk, mérsékelten fogyasszuk. Régen ugye a húsfogyasztásról, a vegetariánizmusról, a vörös húsokról, a hivatalos táplálkozás tudománynak rossz véleménye volt, azt mondta, hogy a vegetariánus táplálkozás az nem megfelelő, az, hogy a vörös húsok azok nem jó, ez így hangzott el egy konferencián, hogy ez egy természetgyógyász marhaság. Ugye ma már, tehát egyrészt az alternatív gyógyászatokról is egész más véleménnyel vagyunk, másrészt pedig konkrétan a vörös húsfogyasztásról is egyértelműen bebizonyosodott, igen, daganatkeltő hatású, tehát a vegetariánus táplálkozás karcinogenitás szempontjából kifejezetten előnyös, majd fogok is egy ábrát mutatni erre vonatkozóan. A húsfogyasztás kapcsán sajnos bizonyítottak karcinogén termékek, mikrózaminok, heterocitikus aminok, stb. Képződnek a gyomorban, illetve a vérben. Ezáltal ugye például ugye a vastagbérlet fogyasztás van, itt ugye a karcinogén termékek képződésének mennyisége van arányban a vörös hús fogyasztása, tehát igen, ezek az állítások így vannak bizonyítottak. Védő hatású tényező a táplálkozásunkban az élelmi rossz fogyasztás, ennél arra kell tenni, hogy lehetőség szerint ez természetes úton történjen ez a bevétel, tehát a korpa tabletta, mint olyan nem pótolja az egészséges táplálkozást. Nagyon sok hatás mechanizmuson keresztül csökkentik ezek a daganat kialakulás kockázatát. Vannak benne ilyen majdnem pszichés dolgok is, az, hogy ezeket, ugye, ezeket az ételeket mostosan sokkal tovább kell rágni, többet ugye bajszoljuk az étellel, ezáltal már pszichésen is, meg a gyomor tehetsége kapcsán is, meg az idő miatt is hamarabb tereveszünk, tehát kevesebb lesz az energiabevitel, nagyobb lesz a béltartalom mennyisége, vérfalra gyakorolt nyomás, reflektorikusan a vérperisztaltika fokozódik, hamarabb ürül, tehát rövidebb ideig tartózkodnak a karcinogén anyagok, stb. Tehát rossz bevétel úgy szintén kedvező, köthetjük meg egy növényi alany táplálkozáshoz, és a mai táplálkozás tudomány ugye, hála Istennek, egész másként áll az egészséges táplálkozáshoz, a daganat megelőző táplálkozáshoz is, mint mondjuk a táplálkozás tudomány 50 éve. Régen tilalmak szegélyezték az utat mindenütt, hogy ne együnk erősen átsütött húsokat, persze ne együnk, ne együnk pácoltat, ne együnk füstöltet, ne együnk ilyen zsírt, ne együnk ott, stb. Ma már sokkal inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy mit igen. Tehát persze azokról ugye mondom, vannak dolgok, amik nem jó, de cserébe ugye van egy hihetetlen szortiment, amiből meg válogatni lehet, és ugye nyilvánvalóan ez csak egy része, annyiféle növényi eredetű kémiai anyagot azonosítottak már, ami daganat megelőző hatású, hogy ezt jóformán elmondani se lehetne, felsorolni se lehetne, és azoknak a növényeknek a számát is nehezen, amikben ezek az anyagok jelen vannak. Gondoljanak bele, hogy a pszichésen is mennyivel más az, hogyha valami tilta, óhatatlanul az ember időként megszegi a tilalmat. Jó, teszek egy kocka cukrot a kávéba, vagy bármit. És akkor már nehézem, hogy nem jó, mert ugye a cukorra azt mondják, hogy ugye kristálycukor, hozzáadott cukor, nem. Vagy valami, eszem egyszer egy zsíros kenyeret vöröshagymával. Jó, a vöröshagyma boldogságba töltet, de a zsír nem. Na szóval úgy érzem, hogy most védkeztem, hibáztam. Nem jó. Ha legközelebb megint úgymond védkezek, megint rossz érzésem, ez harmadszor meg már azt mondom, hogy
fene vigyen ezt az egészet, ezt nem lehet betartani, ez nem, nem foglalkozom én ezzel. Ezzel ellentétben, ha most a pozitív oldalról közelítjük meg így, akkor veszem egy almát, és ahol megveregetem a vállamat, hogy de jó csináltad, most tettél valamit az egészségedért. Ugye másnap veszem narancsot, másik vállamat megveregetem, brokkolit, harmadik vállamat. Na és lényeg az, hogy mindig el is pozitív visszajelzéseket adok magamnak, és egyre jobban érzem magamat, egyre könnyebben, és egyre nagyobb léptekkel kezdek el haladni azon az úton, ami tényleg az egészséges dolgot megelőző táplálkozás felé vezet. És ugye ennek a hihetetlen lehetőségei tárházából az idő kapcsán ugye csak mondjuk két dolgot emelnék ki. Az egyik nagy kedvencem és nagyon hatékony, nagyon fontos felületnek tartom az úgynevezett a szulforafán elnevezési molekulát ígni, amiről igazából a lényeg az, hogy keresztes virágú növényekben fordul elő, nagyon nagy mennyiségben a brokkoliban, még a felnőtt brokkoli növényén is nagyon mennyiségben a brokkoli csírában. És a hatékonyságát például jól mutatja az, hogy átlagban Európában a bevitel az ilyen 40-50 mg között van. Japánban a bevitel majdnem háromszorosa, két-háromszorosa. Cserébe viszont például az emlőrák előfordulás Japánban jóval alacsonyabb, mint Európában. És érdekes módon ugyanezt találjuk az előbb ígértem vegetariánusok körében, ahol a bevitel a japán szinttel megegyezik körülbelül, és az emlőrák előfordulás ugyancsak jóval gyakori, mint a vegyes táplálkozást folytató európai embereknek. Nem mondom ezzel persze, hogy ez csak és kizárólag a szulforafán miatt van, és a brokkoli miatt, más növények anyagok miatt is, de gyönyörű szépen ugye mutatja ezt az összefüggést. Nagyon sokat beszélünk mostanában a flavonoidokról, amikor úgy szintén bizonyított, hogy kifejezetten daganat megelőző hatás nagyon, nagyon sokféle flavonoid van, nagyon sokféle hatásmechanizmussal, és ezekben a növényi kémiai anyagokban ez a szép, hogy tucatnyi különböző hatásmechanizmussal a daganat kialakulás legkorabeli stádiumától, ahol még nem is beszélhetünk daganat kialakulásról, onnantól kezdve egészen magának a daganatnak a kifejlődéséig nagyon sok helyen folyamatosan jelen vannak és próbálják megakadályozni ezt a folyamatot, vagy próbálják visszafordítani ezt a folyamatot. Talán azért a kvercetint érdemes említeni, mint az egyik leghatékonyabb daganat megelőző flavonoidot, ami egy nagyon közönséges növényben a vörös hagymában van jelen. Van egy olyan ismerősöm, egy kardiológus, aki úgy nyersen úgy eszi a vörös hagymát, mint más az almát. A katekinnek, az epikatekin gallától, ami a teának, a zöld teának, almában vörösborban is van, zöld teának a hatékony polifenolja, a hatékony daganat megelőző komponense, amiről már ugye volt szó. Jó, talán menjünk is tovább. Még egy apró megjegyzés a flavonoidokkal, illetve egyáltalán a növényi kémiai anyagokkal kapcsolatban az az lenne, hogy ezek az anyagok általában a növényeknek a héjában, héj közeli részében található, esetleg egy néhány növényben a magban. Na most a magot sok növénynél ugye nem eszünk meg, vagy nem tudjuk megenni, nem annyira releváns. A héjnek a héj közeli rész viszont kérdést tett fel, ugye egy agronómus megkérdezünk, hogy hogy legyünk a növényeket, azt mondja, hogy vastagon hálózzunk le, és dobjuk el, mert az a rengeteg vegyszer, amit ugye kipermelkeznek, és rákerülnek szennyeződést, az biztos, hogy árt az egészségünknek. Ha egy táplálkozás tudós kérdezünk, ő ugye láthatóan nyilván az ellenkezőjét fogja mondani, azt, hogy ne hámozzuk, mert ott vannak az értékes daganat megelőző anyagok, vagy ha lehámozzuk, akkor jó, együtt meg a héját, aztán többit már lehet tudni, mert ez nem olyan lényeges. De hát a kompromisszum lenne, vagy a legkisebb közös többszörös lenne ugye a biotermesztés, ahol ugye biztonságos formában kapjuk meg ezeket a növényeket. Régen ugye megint volt a hagyományos táplálkozás tudománynak egy ilyen ellenérzés ezzel a biogazdálkodással, hogy hát különösen nem olyan nagy dolog az, hát azért vannak a vegyszerek, hogy védjük a növényeket. Na most ma már hála Istennek ez is a helyére került, és ezt is értékén tudjuk kezelni, hogy igen, tehát úgy tudjuk a hatékony, egészséges dolgokat magunk hozzani, hogy közben ugye a másik oldalról meg nem érkezzünk magunkat. Igen, a vörösbor fogyasztással kapcsolatban, vagy az alkohol bevitellel kapcsolatban van egy érdekes megfigyelés, vagy volt egy érdekes megfigyelés jelenség az úgynevezett francia paradoxon. Ezt elsősorban a szívérrendszeri betegségek kapcsán vették észre, hogy érdekes módon a franciák például energiabevitellel
bevétel tekintetében, vagy zsírbevétel tekintetében eléggé az éven át, tehát eléggé sokat esznek, és viszonylag zsírosan is. Ennek megfelelően ugye ezen az összefüggés grafikonon őnek mondjuk dagad, meg szívérendszeri betegség kockázatban is magasan kellene, hogy legyenek. De nem ott voltak, hanem alacsonyabbak. Tehát nem haltak rendesen úgy, ahogy kellett volna nekik. Ezt a jelenséget nevezték el, hogy a francia paradoxonnak. Mi magyarok, mi ezzel haltunk. Tehát mi is ugye erről voltunk a zsírfogyasztásban, mindig jobban is haltunk, mint kellett volna. Tehát kis ország mit foglalkozik ezzel? A franciákkal foglalkoztak, hogy miért nem haltak ezek rendesen. És aztán ugye a teória az volt, hogy talán azért nem, mert ők valami egészséges dolgot visznek be, és úgy unblock, úgy átlag szintjén a vörösbor fogyasztás meglehetősen magas Franciaországban. És a vörösborban is vannak, ugye már a katekineket mutattam, meg a resveratrol nevű molekulát nagyon gyakran emlegetik, amik szívérendszeri meg daganatos megelőző hatásokat fejthetnének ki. Tehát jelenleg azt tartjuk, hogy óvatos vörösbor fogyasztás, ugye látják, tehát az abszinenseknek a kockázata ennyi, hogyha elkezdünk inni, akkor a kockázat egy idő után csökken, aztán a végtől viszont akkor már a kockázat meredeken emelkedik ez. De a lényeg az, hogy egy mérséget vörösbor fogyasztás egy-két pohár naponta, az úgy tűnik, hogy védő hatású, a szívérendszeri betegség és a daganatokra, és ha bár két daganat van, ahol ez a rákmeneti, tehát mérséket védőhatás, mérséket hívás esetén a védőhatás nem érvényesül, ez pontosan tartanám azért jelezni, a nőknél az embőrák és egyébként pedig a máj tumorok. Na most, nagyon sok más tényező van még, amivel befolyásolhatjuk a daganat kialakulás kockázatát. Én ezek közül talán egyes adalékanyagokat, nitrátokat, nitriteket emelném ki, amik kifejezetten károsak, gyomorrák kockázatát fokozzák, stb. Az édesítő szerekhez nagyon sok reményt fűztek korábban. Ma már egyértelmű, hogy daganatos kockázat szempontjából nem segítenek. Sőt, voltak olyan kísérletek, amik arról számoltak be állatkísérletek, hogy talán még több daganat alakult ki azokban az állatokban, ahol édesítőt fogyasztottak. Ugye aszpartánnal végezték ezeket a kísérleteket. Én magam szívből nem ajánlom a mesterséges édesítőszereket. Ráadásul az már a kétséget kizárólag bebizonyosodott, hogy hosszú távon az energia bevételt biztos, hogy nem csökkentik, mert nincs meg az a vércukorszint emelkedés, ami egyébként a táplálékfogyasztás megszűnéséhez vezetne, tehát magyarul, hogy úgy érzem, hogy vége elment az étvágyam, elég volt, nem eszem többet. Tehát hosszú távon azért kompenzálja az ember és több energiát visz be, tehát nagyon egyszerű, ugye nem kell cukrozni. Van néhány nagyon jellegzetes ételkészítési eljárás, ami fokozza a daganatos kockázatot. A grillezés, a füstölés. A füstölés lényegében nem más, mint amit cigarettázással teszek, csak nem a tüdőre szívom, hanem ugye lenyelem azokat a karcinogén anyagokat, a pácolás, a nitrátok, stb. Forró ételek, italok fogyasztása az lényegében egy égési sérülés, egy enyhe égési sérülés anyába váltják, amit ismétlődik, ismétlődik, tehát egy krónikus sejtpusztulás, egy krónikus gyulladás, ami ugye daganat kiakeltő hatás. És akkor most az idő nagyjából leállva, térjünk vissza erre a kérdésre, a teát illetően. Nos, miután megtalálták, vagy találták ezeket a furcsa ellenlényeket, hogy nem várt módon a magas nyelvőcsodálkos régióban volt irányban magasabb a teafogyasztás, hát még kérdezősködtek, és kiderült, hogy ezek az emberek ott, a magas kockázatú régióban, ahogy ugye tetszenek látni, mocskosul forró isszák a teát, 65 foknál melegebben, a múlt héten éppen méregettünk az intézetben teahőmérsékleteket, és kóstolgattuk és iszogattuk. Ez olyan, hogy ez normálisan már nem iható, tehát ez, ha az ember is valahogy nagyon hozzászokva a szárnyák átjel rossz, ahol ritkább volt a nyelőcsőrákot, meg kevesebbet ittak belőle. Vagyis ez az egész arra mutat, hogy még a teafogyasztás esetén is, ami egy nagyon egyszerű dolog, hát egy olyan csodálatos, szép, aranyló, áttetsző folyadék, és az ember azt gondolná, hogy ez nem bonyolult, de még ez is jól mutatja, hogy bonyolult, igen, mert annyi tényezőtől függ, hogy végül is az összhatása majd milyen lesz. Az, hogy milyen teát használunk, tehát hogy abban az adott tealevélben mennyi daganat megelőző hatású polifenol van. Az, hogy ezt ki tudom-e nyerni belőle, milyen hőmérséklete. Ha túl alacsony hőmérséklet, nem ázik ki. Ha túl magas hőmérséklet, elrönt.
kikapcsolja. Ha nem áztatom eléggé, akkor ugye nem jön ki még, stb. Ha túl kemény vizet használok, akkor ebben az esetben megköti a dagadt megelőző anyagokat, és időben jár, ez azt jelenti, megköti a dagadt megelőző anyagokat, nem lesznek hatékonyak. Ha túl sok cukrot teszek bele, tocsóba cukor, akkor az azt jelenti, hogy túl sok energiát viszek be, ha túl forró fogyasztom, akkor meg égetem, sértem a nyálkát. Tehát összességében véve nyilván, ha cukortortó csokva forrón, alig van egy kis tea kiázva, akkor az ártani fog. Ha ezzel ellenképpen megfelelő tea, a jó kiáztató édesítést érjük megfelelő hőmérsékleten, az meg ugye daganat megelőző hatású. Tehát ez a táplálkozás bonyolult, többféle tényezőre kell vigyázni, de ha néhány alapvető dolgot betartok, és tényleg most ideig a néhány legalapvetőbbet próbáltam bemutatni, akkor egész biztos, hogy nagyon hatékonyan hozzájárulok ahhoz, hogy a daganatos kockázatomat csökkentsem. És azt szeretném kérni, hogy próbálják ezt az igét az ismerőseink körében hirdetni. Tehát tudatos élettel, tudatos étkezéssel, tudatos táplálkozással, és még annyi mindenről lehetne beszélni, ugye a pszichés tényezők, de majd én után ugye lesz például erről is szó, jelentősen csökkenthetem a kockázatot, úgyhogy még egyszer hadd ismételjem meg az utolsó, amit a